40 éve élek Norvégiában, 1949-ben kerültem ide, és azóta sokféle szolgálatban voltam az egyház keretén belül, voltam lapmisszióban, voltam külmissziói intézetnél, voltam az egyházi segélynél, norvég gyülekezetben, több ízben, és most már 6 éve itt vagyok a Ródai gyülekezetben. A templom már 800 éves, középkori templom, tehát az 1100-as évek vége felé építették, és olyan hatalmas falai vannak, hogy a toronyban, a toronynak a falában van egy lépcső, úgyhogy fönn a falban föl lehet menni a toronyhoz, oda, ahol a harangok vannak. De maga a felszerelés sajnos nem olyan régi, mert régen úgy volt, hogy ha már elhasználódott valami felszerelés, akkor kidobták, ahelyett, hogy karban tartották volna, vagy megújították volna. De vannak benne olyan dolgok, amik 300-400 évesek, és a gyülekezet megtölti a templomot igen gyakran vasárnap, és az a legfontosabb egy templomnál. Az úrvacsonánál úgynevezett miseruhát visel a lelkészik Norvégiában. Ezek a miseruhák rendszerint több színűek, tehát vannak bizonyos időszakok az egyházi éven belül, amikor egyfajta színt használunk, más időszakban más színt. Ez egy régi szokás, ami megmaradt az evangélikus egyházban, azután is, miután a reformáció során áttértek az evangélikus vallásra. Magyarországon is itt ott látni temető közepén templomot. Ez a temető itt még üzemel? Hogyne, ez a mi temetőnk, ez az egyetlen temető ebben a nagy gyülekezetben, úgyhogy minden temetés ott folyik, és jelenleg éppen kibővítjük a temetőt, mert meg van határozva, hogy hány hely kell legyen minden temetőben a népességhez képest. Érdekesek ezek a hant nélküli sírok. Ez itteni szokás, vagy csak egy újabb divat? Ez egy újabb divat. Ez egy újabb egyházi szokás. Valószínűleg gyakorlati szempontok miatt van így, hogy könnyebb legyen a karbantartás, de talán azért is, hogy ne legyen különbség az emberek között. Akár a miniszterelnököt temetik, vagy akár vagy valamelyik egyszerű polgárt, ugyanolyan sírja lesz mindenkinek. Itt másoktól megkérdeztük, hogy helyesen beszélsz-e norvégül, hiszen magyar származású vagy, és azt mondták, hogy kiválóan. Hogyan kerültél kapcsolatba ezzel a nyelvvel, ezzel a néppel? No, a norvég nyelvet természetesen itt tanultam meg Norvégiában. De én már azzal a céllal jöttem Norvégiába, hogy norvég teológiát tanuljak. Úgyhogy azahogy a Magyarországon megismerkedtem olyan teológiai munkákkal, északi teológusoktól, amit lefordítottak németre, és ennek alapján az volt a kívánságom, hogy Skandináviában tanulhassak. És akkor Ordas püspök azt mondta, hogy fiam, Svédországban már többen tanulnak, menj te Norvégiába. És ezzel én Norvégiában kötöttem ki, és mind a mai napig itt vagyok. A nyelv természetesen nem volt olyan nagyon egyszerű, de ha az ember tud egy kis németet, egy kis angolt, és összekeveri, és hozzátesz valamit, és elvesz belőle valamit, akkor lesz a norvég is. Hadd tekintsünk be a norvég evangélikus egyház életébe. Kicsit a történetéről, másrészt pedig arra, hogy hogyan él a mai norvég evangélikus egyház. A norvég evangélikus egyháznak jellemző tulajdonsága az, hogy itt nem a gyülekezetek önkéntes munkájából tartják fönn az egyháznak az életét, hanem az államtól és a községtől kapnak ehhez állandó hozzájárulást. Vannak ugyanis egyházi birtokok, amelyeket az állam és a község kezel, és ezeknek a jövedelméből ők adják a gyülekezeti munkának a fenntartását. Úgyhogy a templomnak a karbantartása az egy községi feladat is. Vagy például a temetőnek a karbantartása az kizárólag községi feladat. De viszont emellett rengeteg önkéntes munkát végez a norvég egyház, különösen is missziói területen. A norvég evangélikus egyháznak több mint 1000 misszionáriusa van. Különböző országokban a világ minden részében, Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában és mindenfelé. Ezeket a missziói munkákat kizárólag önkéntes adományokból tartják fenn. De amellett van mindenféle más önkéntes munka is, van belmisszió, van tengerészek közötti misszió, van vasárnapi iskola, van ifjúság közötti munka, van olyan munka, ami az egyetemisták között megy végbe, és mindezt önkéntes adományokból tartják fel. A norvég evangélikus egyháznak igen jellemző tulajdonsága, hogy az elmúlt évszázadban, az 1800-as években egy igen nagy ébredés érte el a norvég egyházat. Ennek az ébredésnek a legfőbb vezetője, vagy ennek a legismertebb embere Hans Nielsen Hauge volt. Az érdekesség az, hogy Hans Nielsen Haugének a szülőföldje, vagy szülőháza itt van tőlünk csak valami 20 kilométerre. És ezen a vidéken az ő hatása mind a mai napig érezhető. Úgyhogy a mi gyülekezetünkben is, ami elevenség, élénkség van, ez tulajdonképpen nagy részt annak köszönhető, hogy itt 100 vagy 150 évvel ezelőtt ébredés volt. Norvégiában királyság van. A király milyen vallású? A
király természetesen szintén evangélikus, és azt is el kell mondani, hogy ugyanaz a király, aki most király Norvégiában, a háború alatt, mint menekült, Angliában ért. És mikor meglátogatta ott a norvég menekülteket, akkor gyakran tartott nekik áhítatot. A király gyakran jár templomba, abba a templomba, ahol ő tulajdonképpen illetékes, és meg szokott jelenni Isten tiszteleten anélkül, hogy előre bejelenteni, hogy most jön, hanem elmegy, mert ő ezt úgy érzi, hogy neki, mint egyháztagnak ezt meg kell tennie. Itt Ródében is volt valaki a királyi családból, nemrég úgy hallottam. A királyt magát sajnos még nem tudtuk Ródéban itt köszönteni, de a trónörökösnő itt járt a Ródei templom 800 éves jubileum alkalmából. Akkor eljött az istentiszteletre, és az istentisztelet után egy nagy ebéden vett részt, ahol a község és az egyház és a gyülekezet nevében köszöntés volt, és ahol ő elbeszélgetett a gyülekezet vezetőivel és a község vezetőivel. Ezer arcú munkásságodnak egyik szelete volt a rádióbeli munka. A norvég misszió mindig súlyt helyezett arra, hogy minél modernebb és tökéletesebb eszközökkel tudja az evangéliumot hirdetni. Ez már régi tradíció, mert az elmúlt évszázadban modern hajókat vettek igénybe, hogy a misszionáriusokat minél gyorsabban ki tudják vinni a missziói mezőre, és mikor most beállt itt a rádiókorszak és a televíziókorszak, akkor ezt is igénybe veszik az evangélium hirdetésére. És a magyar nyelv volt az első idegen nyelv, amin a norvég rádiómisszió közvetített adásokat. A norvég természetesen az első volt, de a magyar volt az első idegen nyelv. Az idén most már 25 éves jubileumát ünnepeljük annak, hogy az első magyar nyelvű evangélikus programot kisugároztuk a Monte Carlo-i adón keresztül. Ennek a magyar nyelvű adásnak részese voltál te is? Itt voltál már akkor? Én kezdettől fogva vezettem ezt az adást, és éppen azért indult be, mert volt egy olyan magyar nyelvű, magyar anyanyelvű személy, akit megkérhettek ennek a munkának az elvégzésére. Úgyhogy 25 éven át, az első 23 évben legalábbis én vezettem a munkát, és most is minden hónapban egy-egy áhítatot még tartok, missziói programot, vagy pedig más jellegű műsort. A fölméréseknek mi az eredménye Magyarországon? Mennyire hallgatják az adásokat az emberek? Az a benyomásunk, hogy nagyon sokan hallgatják. A levelek, amiket kapunk a hallgatóktól, arról tanúskodnak, hogy egyenként is és csoportosan is hallgatják. Évenként valami 500-600 levelet kapunk hallgatóktól, és a szakértők azt mondják, hogy aki levelet ír, amögött 200 olyan hallgató van, aki nem ír levelet. Úgyhogy ha ezt a számtani műveletet elvégezzük, akkor arra az eredményre jutunk, hogy több százezer hallgatónk van Magyarországon és a szomszédos államokban, még a Szovjetunióban is, Kárpátalján. De már vannak most lépések arra, hogy ugyanaz a missziói társaság, amelyik most rádióadásokat ad, televízióadásokat is adjon. És ha ez sikerül, akkor abban a magyar nyelvű adások is bele fognak kapcsolódni. De hogy azt aztán hogy tudjuk eljutatni Magyarországra, az már egy fontos technikai kérdés. Hogyan veszed ezt a gondolatot, hogy most egy norvég és egy magyar evangélikus gyülekezet között testvéri kapcsolat alakul ki? Én ezt úgy tekintem, hogy ez a norvégoknak leginkább lelki hasznára. A norvég evangélikus egyház egy kicsit izoláltan él, mert Európából úgy félig kiesik egy kicsit, hogy az európai térképnek a szélén van, viszont az a sok kapcsolat, ami kiépülhet a magyar evangélikus egyházzal, őket magukat is fel fogja ébreszteni arra, hogy az evangéliumhoz való hűség az, ami az egyházat fenntartja. Ezt remélem, hogy Magyarországból ezt a tanulságot és ezt a tapasztalatot közvetíteni tudjuk a norvégok felé. Te most magyar vagy-e, vagy norvég? De a lelki munkában hogyan olvad ez össze? Mert hiszen a Mennyországban nem lesznek külön magyarok, meg norvégok. Hála Istennek, hogy nem lesznek külön magyarok és norvégok. De meg kell mondanom, hogy személy szerint nagyon nagy lelki értékeket kaptam a Magyar Evangélikus Egyháztól. De azért is hálás vagyok, hogy ezeket az értékeket Isten itt megadta, hogy tovább fejleszthessem és hasznosíthassam a Norvég Evangélikus Egyház számára is, és részben a rádió munka révén a Magyar Evangélikus Egyház számára is. Köszönöm, és Isten áldását kívánom a további szolgálataidra.